állami állomány van, és azt már azért a háztartások jelentősen nagyobb része vásárolja, hogy ott nem szükséges akkor a konkrét tőkepiaci szakértelem, azon keresztül azért realizált a háztartások egy része nyereségét. Nem akar csökkenni, az a készpénz állomány, az összes vagyon 15,1%-a van készpénzben, ez forintra kifejezve 5943 milliárd forint. Ez hanyagság, vagy az alacsony kamatok lésték bele magukat az emberek fejébe, és azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy jól teszem, így se fog kamatozni, esetleg meg a személyvezet és többet elvisz, mint amennyit hozom vagy a kamat. Ez lehet a háttérben? Itt valószínűleg inkább az információ hiány és a tudás hiány áll. Az, hogy nem hoz elég hozamot, hát ugye a Magyar Állampapír Plusz ugye rendszeresen kommunikálva is van ennek a hozam szintje, hogy ez egy kockázat nélküli instrumentum. Ugye 5 éves átlagban 4,95%-os hozam az jelentősen több, mint a készpénz, vagy a látaszoló betét 0%-os hozama. Sőt, ugye évente árfolyam vesztesség miatt vissza is lehet váltani, ha esetleg valakinek szüksége lenne erre a pénzre. Illetve még egy szempont, hogy ugye az ingatlan piaci boom, az ingatlan ár növekedés kapcsán ugye rengetegen próbáltak ingatlant vásárolni, beszállni ebbe az ingatlan piaci emelkedésbe, ugye ennek jelentős a készpénzigénye, és ugye erre való ilyen tranzakciós tartalékolás miatt halmozta a készpénzt a lakosság, ezt látni lehetett az elmúlt 2-3 évben. Hát tudatos kommunikációval, kampányal talán ebbe lehetne előrelépést elérni. Talán egyébként, hogy a Magyar Állam késztelen nyitott értékpapírszámlának még tranzakciós díjai sincsenek, tehát hogy mindenképp megérte legalább ezt az instrumentumot igénybe venni. Föl, hogy egy különböző történelmi eseményekre visszavezethetően, és ezeknek a mai napig is természetesen szerepük van ezeknek a gazdaságoknak a működésében. Ugye több nyugat-európai országban is 140-150-180%-os szinteket látunk. Egy évszázad tartós folyamatának is az eredménye, hogy ilyen szintű vagyonok halmozódjanak föl. Hát minden esetre az, hogy nem csökkent, hanem a járvány ellenére nőtt valamelyest ez a pénzügyi vagyon. Mindenről Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője mondta el véleményét. Köszönöm szépen az információkat. Köszönöm a figyelmet. És köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, a szabadjegyzést ma este 23 órakor ismételjük meg, itt a Karcz FM rádióban. Szabadjegyzés. Kérdések és válaszok a gazdaságról. Gazdasági magazin Kovács Anitával. Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A műsor támogatója a Strabag. Hírek a Karcz FM-en. Újabb pályázattal segíti a kormány a hazai növénytermesztést. Jövő 2-től pótolni lehet a középiskolai ballagásokat. Már több mint 4.700.000-en kaptak oltást. Köszöntöm Önöket, a Karcz FM híreit Szent Gáti Csabától hallják. Megszavazta az országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbítását. A koronavírus járvány elleni védekezésről szóló törvény hatálya várhatóan szeptember végéig tart. Varga Judit igazságügyi miniszter indoklása szerint a hosszabbításra azért volt szükség, mert az új vírusvariánsok Európa szerte, így Magyarországon is terjednek, ezért elengedhetetlen a fokozott védekezés.
Újabb pályázattal segíti a kormány a hazai növénytermesztést, közölte az agrárminiszter a Kossuth Rádióban. Nagy István elmondta, az 50 milliárdos keretből azokat a gazdálkodókat szeretnék támogatni, akik még nem rendelkeznek terménytárolóval, szárítóval és tisztítóval. A gazdák tárolni tudják a terményt, nem kell aratás után közvetlenül eladniuk, ezzel pedig tovább növelhetik a versenyképességüket, hangsúlyozta a miniszter. Jövő 2-től pótolni lehet a középiskolai ballagásokat és szóbeli érettségit tehetnek azok, akik önhibájukon kívül, például koronavírus fertőzés miatt nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgákon, tájékoztatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A 2-től hatályos kormányrendelet szerint szabadtéren kell megrendezni a végzősök búcsúztatását, melyen a vendégek maszkban, életkortól és a koronavírus elleni védettségtől függetlenül vehetnek részt. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már elérte a 4.714.000-et, közülük 2.749.000-en már a második dózist is megkapták. 382 az új